megállás pedig egy percre sincsen, már is jön a következő döntő. Az 50 női mell fináléja. Hát, hogyha a két gyorsúszó számra azt mondtam, hogy a nagy esélyes úszik középen a négyesen, akkor igazából arra, hogy Julia Jefimova mekkora favorit, nincsenek is szavak, hiszen 9 tizeddel előzött meg mindenkit a közép döntőben. Rebecca Eidervik lesz majd az egyes pályán, ő hatodik volt a 2006-os EB-n. Aztán Kim Janssens csak 20, illetve ő a hetedik az európai ranglistán, illetve legjobbját teljesítette a középdöntőben azzal a 31-55-ben. Monique Nijhuis úszik majd a hármas pályán, ő a szám rövid pályás Európa bajnoka, világbajnoki negyedik helyezett ebben a számban 50 mellen. És akkor Jefimova a 100 mellett már megnyerte óriási fölénnyel, és egész döbbenet, hogy mit produkált itt. 30,32-vel jutott be, új Európa bajnoki csúccsal egyébként ide a döntőben, a 4-es pályára, és össze lehet hasonlítani két Haywood idejével, övé a második legjobb idő, az a 31-24. Óriási különbség. Egyébként Haywood ezüstérmes volt még 2006-ban itt a Margit-szigeten, tavaly volt egy komoly műtétje, úgyhogy számára addig tökéletes a visszatérés. Aztán jön a svéd Jenny Johansson, aki 100 mellen ezüstérmes volt, egyébként harmadik az európai ranglistán. És most is van esélye oda kerülni a dobogósok közé. A 7-es pályán úszik majd a német Karolina Rúnau, 100 mellen ő a rövid pályás Európa bajnok, egyébként itt is döntős volt, végül is hatodikként zárt. És az orosz Artyemjeva jutott még be a fináléba. Két éve ő volt a rövid pályás Európa-bajnok, 50 mellen is, meg 100 mellen is. Jöjjön akkor az 50 mell döntője, Jefimova középen a négyesen, a szám világbajnok nője, aki döbbenetesen úszott eddig ezen az Európa-bajnokságon, és most ezt megfejelheti még itt a fináléban. Neki is jó a rajtja, középen a négyesen. A sapkája színéről is meg lehet ismerni, meg arról a különleges stílusáról, és szinte repül a víz tetején, annyira könnyed stílusban úszik, és 25-nél már van egy fél testhossznyi előnye. Egész egyszerűen hihetetlen, amit művel. Egy kicsit kapkodós talán most az úszása, ahhoz képest, mint amit a középdöntőben teljesített, de így is majdnem egy testhossz előnyel nyeri az Európa-bajnoki aranyat. Nézzük az idő eredményét, ugye 30-32-t úszott, most ennél 300-addal gyorsabb, tehát újabb Európa-bajnoki csúccsal, újabb Európa-bajnoki aranyat szerez. Kate Haywood 9 tizedes hátránnyal jön be a második helyre, és Jenny Johansson végül is a harmadik, tehát ő már a második érmét szerzi. Jefimovának pedig 2-ből 2, ugye 100 mell után a rövidebb távon 50-en is nyerni tud, és egyébként jobb időt úszik, mint Jade Edmiston az ausztrál még 2005-ben. Ugye ez miért fontos? Az volt a világcsúcs egészen a csodadressz korszak beköszönték. Tehát annál az időeredménynél ezekben a hagyományos textil dresszekben még senki nem úszott jobbat. Nos, ez Julia Jefimovának sikerül. Ő az első mellúszó egyébként, van néhány hátúszó a világon, meg két gyorsúszó. Cesar Cielo és Fred Busquet, aki a régi világcsúcson belül úszott most ezen az Európa-bajnokságon. És Julia Jefimova első mellúszóként, mondjuk úgy, hogy textiles világcsúcsot úszik. Természetesen azért elmarad néhány tizeddel az érvényben lévő csodadresszes világrekordtól. Ez tehát a végeredmény.